Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Mai témánk az Ökumenikus Segélyszervezet regionális krízisambulanciája. Évet fogunk értékelni, és sok minden kiderül, hogy mi mindennel várják a rászorulókat és az érdeklődőket az Avason. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Sándor Lenkei Aidát. Isten hozta nálunk! Nagyon köszönöm a meghívást! Mit is jelent az a kifejezés, hogy krízisambulancia? Hát ez egy új fogalom. 2018-tól működnek krízisambulanciák régiós szinten, és elsősorban a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget, illetve a hozzátartozóknak, és minden olyan szakembernek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül áldozattal. Hiszen a kapcsolati erőszak az nagyon sok arccal jelenik meg a mindennapokban, és ezért nagyon sokan találkozunk is vele, csak nem biztos, hogy felismerjük. Ezeknek az áldozatoknak nyújtunk segítséget Miskolcon, Miskolci központtal, de gyakorlatilag Hevesben is, Nógrádban is, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Mikor kezdődött a munka az Avason? 2018-ban kezdtük el a munkát. A segélyszervezet már egyébként nagyon régóta dolgozik bántalmazottakkal, és ez a téma, ez már több mint 10 éve fontos, amit felkarolt, de most volt igazán lehetőség arra, hogy egy olyan szolgáltatást indítsunk el, ami nem feltétlen bentlakást jelent, sőt, egyáltalán nem, hanem ambuláns ellátás, ami azt jelenti, hogy az áldozat bejön hozzánk, beszélget velünk, megpróbálunk segítséget nyújtani neki, majd utána hazamegy. És elképzelhető, hogy a bántalmazó kapcsolatban megy haza, de az is lehet, hogy már nem él a bántalmazó kapcsolatban, de még az zaklatása továbbra is folyik. Tehát, hogy maga a bántalmazás nem szűnt meg. Hol is kezdődik a bántalmazás? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Sokféle fogalom van rá, hogy mi is az, hogy kapcsolati erőszak. Elsősorban azt mondom, én úgy próbálom definiálni mindig, hogy amikor egy kapcsolatban már azt érzi az egyik, hogy a másik uralkodik rajta, hatalma van fölötte, illetve megérkezik az az érzés, hogy fél. Ez nem feltétlen biztos, hogy ez egy fizikai megnyilvánulás vagy erőszak következménye, hanem egyszerűen csak verbálisan, lelkileg tartja sakban a másikat, és ezáltal így követel erőszakot rajta. Tehát ez a fajta félelemérzés megjelenése az egy nagyon komoly jel. Amikor azt érzi az áldozat, hogy nem tehet semmit, anélkül, hogy a másik engedélyét ne kapja meg, azt mi már erőszaknak gondoljuk. Nagyon sokféle formája van egyébként. Milyen eszközeik vannak a segítségre? Egyébként nem vállaltunk túl sokat, de szerintem a legfontosabb szolgáltatások, amiket nyújtunk, az, hogy amikor valaki minket felkeres, ez lehet személyesen telefonon, vagy e-mailben, most már online formában is, Hevesben nagyon sokszor online formában is dolgozunk, akkor gyakorlatilag egy szociális szakemberrel találkozik először az áldozat. Megpróbáljuk megismerni az ő történetét. Hozzánk elég nagy bizalommal fordulnak, sokat lehet kutatni rólunk a neten, illetve nagyon sokféle formában a Facebookon, illetve az Instán is, és mire hozzánk megérkeznek, már eléggé fel vannak arra készülve, hogy mit is várhatnak a segélyszervezettől. Anonim módon is érkezhetnek, tehát nem muszáj elmondaniuk a nevüket, vagy azt, hogy honnan érkeztek, vagy hány gyerekük van. Tehát ez teljesen rajtuk múlik, hogy mikor mondják el ezt, vagy el akarják-e egyáltalán mondani. És gyakorlatilag a szociális szakember az, aki dolgozik velük, vagy vele. Általában akkor, amikor 5-10-20 éve élnek egy bántalmazó kapcsolatban, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, mire megérkezünk oda, hogy mit is szeretne ő valójában. Lehet, hogy még semmit. Lehet, hogy még csak el szeretné mondani, vagy meg szeretné érteni, hogy az, amiben ő van, az gyakorlatilag bántalmazás vagy nem. Ezt követően, hogyha ő jogi lépéseket szeretne tenni, általában egyébként nem szeretnének, de sajnos az élet rákényszeríti őket, mert hogyha van egy közös gyerek a bántalmazóval, az mindenféleképpen jogi ügyet fog generálni.
szülői felügyeleti jogot rendezni, vagy válni, vagy vagyont megosztani, vagy kapcsolattartást szabályozni, ezek mind-mind olyan ügyek, amik, hogyha egy család szétválik, akkor egy közös gyerek esetén ez egy fontos kérdés. Jogi tanácsadást nyújtunk ez ebben az esetben, illetve nagyon sok traumát élnek meg ebben a kapcsolatban, és nagyon sok kérdésük van, hogy szerethető vagyok-e, vajon az én hibám-e, hogy ez történt. Nagyon sokszor szégyellik magukat, és hibáztatják magukat azért, amért ebbe a helyzetbe kerültek, miközben valójában ez nem az ő szégyenük. Ezekkel a kérdésekkel a pszichológiai tanácsadáson fognak találkozni, tehát szociális, pszichológiai és jogi tanácsadást nyújtunk nekik. Ezeket igyekszünk személyesen, de hogyha valaki nem tud személyesen eljönni hozzánk, akkor ezt online formában is meg tudjuk tenni. Miért várnak ilyen sokáig az áldozatok, amíg segítséget kérnek? Van erre tapasztalat, vagy mit mondanak leggyakrabban? Nemrég egy áldozat mondta, és talán ez egy jó kifejezés, vagy nem is tudom, ez így megfogott, hogy mindig elmennek a falig. Tehát, hogy várják azt, hogy majd változik. A kapcsolati erőszak dinamikája az egy nagyon komoly dolog. Nagyon sokszor magát az áldozat ő szereti egyébként ezt az embert. Tehát egy kapcsolat sem úgy kezdődött, hogy az egyik megütötte a másikat, hanem ezek szerelemmel kezdődő, ugyanúgy, mint egy normál egészséges kapcsolat, szerelemmel kezdődnek, elköteleződéssel és odafigyeléssel. És akkor ez egy szépen lassan változik meg ez a kapcsolat. Minden eset más és más, de azért folyamatosan változik, és egy idő után észre sem veszi az ember, hogy egy bántalmazó kapcsolatban van. Addigra már nagyon sok minden köti össze. Összeköti a vagyon, összeköti a gyakorlatilag a gyerek, illetve egy-egy bántalmazást követően általában bocsánatkérés történik. Megbánja a bántalmazó azt, hogy ő bántotta, és gyakorlatilag onnantól kezdve újra elkezd ígérgetni, hogy majd megváltozik. És ennek ezt el is akarja hinni az áldozat egyébként, hiszen ezt az embert szereti, hiszen ehhez az emberhez hozzákötötte az életét. És mindig ezek az ígérgetések gyakorlatilag benne tartják őt ebbe a kapcsolatba hosszú-hosszú éveken keresztül, akár. Ezért fontos, hogy minél hamarabb felismerjék a jeleket, mert minél tovább vannak benne egy ilyen bántalmazó kapcsolatban, annál nehezebb a kilépés. Annál több minden köti össze, és annál jobban rombolja a bántalmazó az áldozatnak az önértékelését. Annál jobban elhiszi azt, hogy ő nem ér semmit, hogy ő nem jó anya, hogy ő nem tud semmit sem jól csinálni, és mindenért ő a hibás. És egy idő után, amikor már csak ezt hallja, akkor egy idő után el is hiszi, hogy ő tényleg egy olyan ember, aki nem szerethető és nem képes önálló életre. Most eddig nem kéne eljutni, hanem hogyha hamarabb fel tudja ismerni a jeleket, akkor gyakorlatilag sokkal könnyebben tud kilépni. Hisz ön a második esélyben? Kell adni második esélyt? Én azt szoktam mondani, mindig meg szoktam kérdezni tőlük, hogy meg tud-e neki bocsátani, hogy tudja-e még szeretni, hogy mit kéne neki ahhoz tenni, hogy újra harmonikus legyen az életük, vagy volt-e olyan pontja a kapcsolatuknak, amikor ez az volt. És ha ő úgy látja, hogy ebben még van esély, akkor tegye meg. De ezt nem én fogom eldönteni, ezt ő fogja eldönteni. Igen, azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor főleg most a Covid idején azért az összezártság az jelentősen túlfeszítette a családokat. Nagyon nagy feszültségek voltak. Egy normál egészségesen működő család élet teljesen felborult. Tehát egy kapcsolati erőszakban élő család esetén pedig ugye az összezártság az még erősebben hozta a bántalmazást, illetve ezeket a metodikákat, és gyakorlatilag ami egyébként 8 órára összeszűkült, az most 24 órára kitágult. Tehát a maradj otthon üzenet egy áldozatnak az erős. Tehát ő neki az nem biztonság. Én ezt úgy mondtam, és úgy mondom, hogy gyakorlatilag a bántalmazás most be lett zárva biztonságba, és sokkal kevésbé tudta meg a külvilág. Mi soha nem mondjuk meg az áldozatnak, hogy mit csináljon. Az áldozatnak magának kell dönteni róla. Az ő élete, ő él vele, ha ő adna második esélyt, akkor úgy is fog adni. Hiába fog 3 szakembertől is mást hallani,
a saját feje után kell menni, és a saját érzései után kell menni. Én azt látom, hogy az áldozatok egyébként adnak második esélyt. Ha a kapcsolati erőszak áldozatairól beszélünk, elsősorban nőkre gondolunk, de férfiak is lehetnek, és áldozatok is néha. Igen, én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy erről beszéljünk. Sokkal kevésbé jelennek meg a férfiakkal az ellátórendszerben. Ha ilyen arányszámokat kellene mondanom, akkor olyan 10%-ban, ami nagyon kevés. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a áldozatok ők, csak hát a társadalmi elvárások azok nem teszik lehetővé, hogy a férfi gyakorlatilag lelkizzen, vagy hogy elmondja azt, hogy neki mennyire rossz egy kapcsolatban. Tehát szerintem a verbális és lelki bántalmazásban, amikor lekicsinylés van, amikor gyakorlatilag folyamatos hibáztatása van a másiknak, és egy konfliktusból se jöhet ki nyertesen, gyakorlatilag mindig ő a hibás mindenért, ebben szerintem a nők nagyon erősek. Tehát nagyon-nagyon tudunk szúrni, és ott, ahol a férfinak a leggyengébb. És nem azt mondom, hogy egy kapcsolatban nincsenek konfliktusok, vannak, viszont ha ezeket a konfliktusokat meg tudjuk beszélni, és ezen történik változás, és a másik is elindul egy valamiféle változási folyamaton, akkor nem beszélünk erőszakról. De azt, amikor gyakorlatilag azt érzi egy férfi, hogy ő nem tudja megélni azt, hogy ő jó, ő szerethető, és ő férfi, és ezt a szerepet gyakorlatilag el is veszik tőle, akkor érdemes elgondolkodni, hogy ez a kapcsolat, ez jó-e, és aztán tovább lehet gondolni, hogy ez mennyire egészséges, és hogy van-e benne bántalmazás tényleg, vagy nincs. De sokkal kevésbé merik felvállalni, hiszen a férfiak nem sírnak, ezt tanuljuk meg, hiszen katona dolog, ha elesünk, hiszen túl kell élni, illetve hát a dolga, hogy fenntartsa a családot, keveset van otthon, és egyébként nagyon sokat kap ezért is. Azok a férfiak, akik nálunk megjelennek, hogy nincs eleget a családjával, de hát valójában azért nincs eleget, mert dolgozik, és ugyanazokat a bántalmazó mondatokat halljuk egyébként a nő szájából ilyenkor, amikor a nő a bántalmazó, hogy jól van, elmehetsz, de a gyereket itt hagyod, a gyereket nem fogod látni, tehát gyakorlatilag zsarol a gyerekével. Emiatt nagyon sokáig benne maradnak egy kapcsolatban, mert el is hiszik, hogy ugyan kiítélné neked a gyereket, hát te nem tudod ellátni, nem tudsz el foglalkozni, tehát nem is ismered a gyerekedet. És ezért pontosan a gyerek miatt maradnak tovább, miközben a gyerek azt tökéletesen látja, hogy mi zajlik ebben a kapcsolatban, és újra termeljük a bántalmazó generációt, vagy az áldozat generációját, hiszen megtanulja, hogy kell viselkedni férfiként, hogy kell viselkedni nőként, mert hogy ezt a családból vesszük. Szóval nagyon veszélyes játék, és azt gondolom, és arra buzdítom a férfiakat is, hogy kérjenek segítséget, mert nem kell egy ilyen kapcsolatban élni. Gyerekekkel is foglalkoznak? Ők is áldozatok egy ilyen kapcsolatban, akár van bántalmazás, akár nincs a gyerekek irányába. Én azt gondolom, tehát, hogy a szakma azt mondja, és én is ezt gondolom, hogy akkor, amikor egy kapcsolati erőszak van a pár között, akkor a gyerek az mindenképpen elszenvedője, ő is áldozat, és egyébként ez gyerekbántalmazás. Tehát nem kell ahhoz megütni egy gyereket, hogy a gyerek úgy érezze magát, hogy fél. A bántalmazott kapcsolatokban azt látjuk, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan kiszolgáltatottan élik meg a mindennapokat, mint maga az áldozat, félnek. Félnek attól, hogy ma megint mi fog történni, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos készenléti állapotban vannak, hogy ma vajon mi történik, és ez teljesen kiszámíthatatlan az életük. Elbújnak egyébként, főleg a kisebbek, ők találnak olyan búvó helyet a lakásban, ahol kevésbé érheti őket a zaj, a kiabálás, vagy maga a verés. De egyébként ezek a gyerekek, persze sokszor mondjuk azt, hogy ezek a gyerekek agresszívebbek, és akkor biztos akkor bántalmazottak otthon. Nem feltétlen egy tünetből mondanám meg azt, hogy valaki áldozat vagy nem. Ugyanis leginkább az a jellemző, hogy ezek a gyerekek borzasztóan alkalmazkodóak. Olyanok, mint a gumi. Mindig az adott körülménynek megfelelően alkalmazkodnak, ezért az iskolában is így a tömegben elvesznek. Tehát úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint a tapéta, ez az észre sem veszük, hogy ott vannak. De egyébként nagyon sokszor hibáztatják magukat, hogy ő miattuk történik mindez. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezt a terhet le tudjuk venni a gyerekről.
Mi közvetlenül nem foglalkozunk a gyerekkel, természetesen komplexen nézzük a családot, elsősorban az áldozat, felnőtt áldozattal foglalkozunk, de vannak már olyan lehetőségeink, ahol a gyerekeknek is tudunk pszichológiai tanácsadást nyújtani, közvetett formában, tehát irányítani tudunk, mert kiépítettünk egy olyan szakmai együttműködési hálózatot a szakemberekkel, hogy minden ellátásban tudjunk mozogni. Előfordul, hogy titokban járnak önökhöz? Igen, egyébként leggyakrabban titokban járnak, tehát nem szeretik, hogyha tudnak róla mások. Ez azért izgalmas, mert ő lehet, hogy a bántalmazó kapcsolatában megy vissza. Tehát ő még készül arra, hogy majd ki fogok lépni. Nem akar ő menekülni, mert még nincs életveszély, tehát úgy érzi, hogy még nincs életveszély, de egyébként egy folyamatos folytogató állapot van. De egyik napról a másikra semmelyikünk nem tudja feladni az életét. Tehát ezt elő kell készíteni, át kell gondolni, hogy hogyan is lesz. Nem cél az, hogy a bántalmazótól gyakorlatilag elszakítsuk a gyereket, főleg, hogyha ugye maga a veszélyeztetés nem is jelenik meg erősen, hiszen egyébként amíg nincs büntető eljárás, és nincs kimondva, hogy ez a gyerek veszélyeztetett, és kiskorú veszélyeztetése miatt mondjuk a bántalmazó nem találkozhat vele, addig kapcsolatetési joga van a gyerekkel. Tehát fontos az, hogy ezt átgondolja, hogy ezt megértse, hogy nincs olyan, hogy elmenekülök, elmegyek külföldre, és akkor onnantól kezdve nem fogok vele találkozni, mert egyébként ez lenne a céljuk. Tehát mindig ezt szeretnék, hogy minél hamarabb eltűnni, tehát hogy lezárni ezt a kapcsolatot, ez nem ilyen egyszerű. Tehát azért a jog mind a két oldalra ad mindenféle védelmet, és ezt végig kell játszani, ezt a játékot, ez hosszú. És erre fel kell készítenünk, hogy ez nem biztos, hogy most jobb lesz, egy kicsit most lehet, hogy rosszabb lesz, amikor elkezd ezen dolgozni, hiszen egyre magabiztosabbá válik, és ezt úgy szoktuk mondani, hogy ugye az erőszaktevő az mindig próbálja a hatalmát gyakorolni. Na most, ha egy picit őt megemeljük, akkor az erőszakot emeli. Tehát veszélyes játék ez, úgyhogy óvatosan kell ezzel játszani, viszont kell, hogy magabiztossá váljon az áldozat. Tehát nem szabad, hogy továbbra is azt higgye, hogy ő egy senki, és hogy ő nem szerethető, és ő nem képes semmire. Tehát muszáj visszakapnia ahhoz az önbecsülését és a magabiztosságát, hogy elinduljon egy úton, hogy ki tudjon ebből jönni. Amíg ezt nem hiszi el, addig valójában nincs miről beszélni, tehát addig nem tud kilépni ebből a kapcsolatból. Tehát ez egy hosszú út, és igen, addig titokban szoktak hozzánk járni. Milyen gyakori az, hogy a hatóságokat be kell vonni? A hatóságok bevonása nem is feltétlenül a mi dolgunk, vagy hát a dolgunk, mert jelzőrendszerként benne vagyunk, hogyha azt látjuk, hogy itt súlyos veszélyeztetés van, és itt nem csak arról szól a történet, amit ő mond, tehát hogy itt nagyobb az életveszély, mint ahogy ő ezt felméri, akkor ez mindig az ő bevonásával történik. Tehát itt semmi nem történik anélkül, hogy magával az áldozattal ez nincs megbeszélve. Tehát ha azt látjuk, hogy itt ennek súlyos következménye lesz, mert tényleg veszélyezteti a gyerek, és az ő életét is a bántalmazó, akkor igyekszünk ezt megvilágítani neki, hogy ő maga tegye meg a lépést, hogy ebben kell egy büntető feljelentés, vagy látjuk, hogy milyen szintű zaklatás indult meg, akkor érdemes egy elmhatóságon elindítani ügyet, hogy kiskorú veszélyeztetése van, vagy a kapcsolattartást újra kell szabályozni, mert hogy látjuk, hogy visszaél a kapcsolattartással, és gyakorlatilag arra használja a bántalmazó, hogy folyamatosan faggassa a gyereket arról, hogy éppen mit csinál a másik, és kivel van, és hogy van, és nem arról szól, hogy együtt legyen a gyerekével. Tehát, hogyha ezeket látjuk azokat az anomáliákat, aminek nem úgy kellene működni, akkor igyekszünk megbeszélni ezt az áldozattal, hogy mit tehetünk, és dönts elő, hogy merre menjünk. Ha azt látjuk, hogy ő nem akar dönteni, viszont életveszély van, ezek egyébként ritka helyzetek, akkor muszáj nekünk lépni, akár rendőrség felé, akár bíróság, akár gyámhatóság felé, de ezt is mindig megbeszéljük az áldozattal, hogy lehet, hogy neki most így nem képes rá, de akkor rajtunk keresztül ez segíthet. A folytatásban értékeljük a 2021-es évet. Igen. Mik a legfontosabb állomások, vagy legfontosabb tettek, események?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye 2018-ban indulunk, nagyon nehéz elfogadtatni, vagy egyáltalán megismertetni az emberekkel, és nem csak az állampolgárokkal, hanem a szakemberekkel is, hogy van egy ilyen lehetőség. Hogy nem biztos, hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy most így fogja a cukmukját, és meneküljön, és egy titkos menedékházba kerüljön, és elbújjon, hanem egyszerűen ő maga megpróbálja felépíteni az életét, és a saját erejéből, a saját támogató rendszerére támaszkodva fogja megvalósítani mindezt, és nem az állam által működtetett intézményekben. Tehát erre vagyunk mi hivatottak. Ezt nagyon nehéz volt átvinni a rendszeren. Nagyon nehéz volt megismertetni a szociális, az egészségügyi, az oktatási szakembereket azzal, hogy ez van, ez létezik, hogy küldjék az áldozatokat hozzánk. Az első évünk gyakorlatilag ezzel telt, hogy szociális hálózatokba próbáltunk szakembereket tájékoztatni erről, felismertetni a problémát, és megkérni őket, hogy delegálják hozzánk ezeket a szakembereket, vagy ezeket az áldozatokat, és ez nagyon fontos, hogy ezt nem egyedül kell, hogy tegyük. Tehát egy áldozatnak az nem elég, ha csak mi mögötte vagyunk. Tehát mögötte kell, hogy álljon az a pedagógus, aki a gyerekével foglalkozik, mögötte kell álljon az a szociális szakember, aki majd kimegy környezettanulmányt készíteni, vagy lehet, hogy éppen a maga segítője, mert családsegítője. Tehát, hogy az első évünk leginkább ezzel telt, hogy a szakembereken keresztül ezt elkezdtük kommunikálni. Nagyon sok időt fordítottunk a kampányai. A Szeretet nem árt kampányunk az most már szerintem egy egész ismert kampány, ami gyakorlatilag arról szól, hogy nagyon sokszor mondja azt a bántalmazó, hogy azért vertelek meg, mert szeretlek. Tehát, hogy ez a szeretet jele. Tehát, hogy a szeretet az nem árthat. Tehát, hogy olyan nincs, hogy valaki úgy szeret, hogy gyakorlatilag egy fizikai erőszakkal, vagy lelki erőszakkal, vagy zsarolással éri el azt, hogy a másik vele van. Ezt Insta és Facebook oldalunk is lett, itt gyakorlatilag kommunikálunk, nagyon sokat beszélünk, edukálunk, hogy a társadalom egyre jobban figyelmes legyen erre a jelenségre. És aztán azt kell mondjam, hogy 18-ban még olyan 70 áldozat az, aki megtalált minket, most már éves szinten több száz áldozat az, aki megtalál, és személyesen is eljön, vagy valamilyen fórumon elkezdünk vele beszélgetni, és több ezer telefon van, amit meg egyébként ezek csak ilyen becsörömpölések, tehát hogy egy picit ilyen ezzel meg akarom tudni, hogy mi ez, de még nem vagyok arra képes, hogy eljöjjek. Szóval, hogy nincs ezzel gond. Mert az ember, amikor belép a mi ajtónkon, az áldozat, az nagyon sokat dolgozott addig. Hogy ezt megmerje tenni, hogy szembe merjen nézni magával, hogy szembe merjen nézni azzal a helyzettel, hogy egyébként én egy rossz embert választottam annak idején. És hogy most nekem ezért valószínűleg nagyon sok mindent kell tenni, hogy ebből kijöjjek. És rettenetes szégyenérzetet le kell vetkőzni, és elmondani azt, hogy mi is volt az, amikor én ide kerültem ebbe a helyzetbe. Szóval most tartunk szerintem ott, hogy az áldozatok most már neten is, tehát nem csak a szakemberek által ismernek minket, hanem most már ezeken a social médiás platformokon, illetve a kampányaink egyéb módján, és az áldozataink fele az, aki meg szakember által érkezik meg hozzánk. Most már sokkal kevesebbet foglalkozunk magukkal a szakemberekkel, sokkal többet tudunk foglalkozni az áldozatokkal. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dinamika volt, viszont azt látjuk, hogy az egyes szektorokban, ágazati szektorokban, mint a hatóság, például a rendőrség vagy a bíróság is egyre komolyabban kezdtek foglalkozni ezzel az üggyel, hívnak minket, szakértőként jelenünk meg egy-egy ilyen szakmai megbeszélésen, vagy akár egy-egy esetben, és ez jó, mert hogy elkezdték felismerni, hogy jó, hát ti ezzel foglalkoztok gyakorlatilag napi 8 órában, nekünk meg van egy-két ilyen esetünk, és akkor tényleg valaki jó, ha megnézi, hogy szakértői szemmel, hogy ez tényleg az, vagy nem. Szóval hosszú utat jártunk be, de én azt gondolom, hogy most is, aki nézi ezt az adást, és akár magára ismer, és azt mondja, hogy hát én nem is tudom, hogy én most áldozat vagyok, vagy nem,
Nem baj, hogy nem tudja. Ha akar róla beszélni, akkor beszélhet velünk, és nem biztos, hogy ez egy kapcsolati erőszak, de lehet, hogy pár egy tisztázó beszélgetés után azt tudja mondani, hogy oké, akkor én még ennek adok egy esélyt. Melyik volt a 2021-es év legsűrűbb időszaka, legforgalmasabb időszaka? Ez meglepő. Én azt gondoltam, hogy ugye 2020, tudom, hogy 21-et kérdezett, de hogy a 20-ban ugye a Covid az egy teljesen átalakította a rendszerünket, és a személyes tanácsadásokat meg kellett szüntetnünk, és átmentünk egy online térbe, amiben én eleinte nem bíztam, de aztán ez egy egész jól működő rendszer lett. És már ott is megfigyelhető volt ez a tendencia, ami aztán 21-ben is erőteljesen megjelent. Ugye ott is volt egy minimális lezárás, mármint országban egy ilyen veszélyhelyzet, pandémiás időszak, amikor nem úgy működött az ország. Otthon maradtunk, akár hónapokat is maradtunk, és azt láttuk, hogy már a 21-ben nem volt annyi home office-os munka, ami összezárta volna a bántalmazót az áldozattal. Egy picit lazább volt ez a keret, de maga az ország nyitása az ilyen nyár eleje. És azt vettük észre, hogy amíg a zártság megvolt, addig gyakorlatilag a hívásaink visszaestek, hiszen nem volt alkalom arra, hogy az áldozat fel tudjon minket hívni, mert mindig ott volt vele a bántalmazó. Tehát ilyen fürdőszobából suttogó beszélgetések voltak, vagy éppen elment vásárolni, és akkor közben telefonált, személyesen megjelenni nagyon kevesen tudtak. És a 21 is így nézett ki, hogy a nyáron, ahogy elkezdtek lazulni a korlátok, akkor ilyen nagyon kiugró volt, és dupla annyi új esetünk lett. És aztán ez így sokáig fenn is maradt olyan novemberig. Tehát teljesen változó az, hogy nem is biztos, hogy egyébként a pandémiával maximálisan összeköthető, de mégis azt látom, hogy amikor lazul egy picit, amikor mással is tudunk foglalkozni. Tehát amikor már nem az a lényeg, hogy a gyerek online oktatását hogy oldjam meg, és egyben legyek anya, de legyek ilyen házvezetőnő, meg szakács, meg tanár, hanem egy picit azzal is foglalkozok, hogy vagyok, akkor érkeznek meg megint abba, hogy ja, hogy egyébként ez a kapcsolat, ez így nem jó, és egyébként én ebben félek. És akkor megint elkezdenek hívni. Tehát nem tudok egy olyan számot mondani, ami ilyen átlag, hogy akkor így ennyi, hanem ez így ugrik ki, és tök változó, hogy mi okozza. A segítség ökumenikus jellegéről beszélgessünk, a jellegzetességeiről a segítségnek. Hát igen, tehát a segélyszervezet 91 óta működik, és gyakorlatilag az elnökség az leginkább ugye protestáns egyházaknak a csatlakozás és együttműködéséből jött létre, amikor is olyan karitatív munkára volt szükség, amikor tehát a romániai, illetve a jugoszlávi helyzet a 90-es évek elején ugye nagyon erőteljesen segítségért kiáltott, akkor rájöttek ezek a protestáns felkezetek, hogy nem tudnak hatékony segítséget nyújtani, csak akkor, hogyha egy egyesületi formát öltenek, és gyakorlatilag így az elnökségi tagok leginkább az evangélikus, a református egyházaknak, az unitárius, az ortodox és a senkit nem szeretnék kihagyni, egyházaknak a kapcsolódásából jött létre, és gyakorlatilag nagyon fontos volt magának a segélyeknek és a rászorulóknak a segítése. Ez a szemlélet, a keresztény szemlélet, az gyakorlatilag végigkíséri magát a segélyszervezetet, és fontos számunkra, de az nagyon fontos elmondani, hogy mindenkinek segítünk, tehát ez egy vallási hovatartozás nélkül végezzük a munkánkat, nagyon nyitottak vagyunk, ételt, otthont és esélyt, ez a három jeligénk, hogy ezt kell adnunk az embereknek, és gyakorlatilag számos szolgáltatás alakult már, és intézmény, amiben működünk, ez legyen a hajléktalan ellátás, vagy a szenvedélybeteg ellátás, vagy a pszichiátriai ellátás, vagy családoknak az átmeneti otthonainak a működtetése, vagy bántalmazottaknak a segítése, tehát nagyon széles spektrumban dolgozunk,
és hát fontos, hogy ezek a keresztény értékek, ezek megjelenjenek a mindennapi munkánkban, de egy-egy szakember felvételénél azért nem ez az elsődleges, viszont nagyon fontos, hogy ezek mentén gyakorlatilag működjünk, és ezért értékes is szerintem a munkánk. Beszéljünk még egy kicsit az országos kampányaikról, a szeretet nem árt már szóba került. Miért is fontosak ezek, és több neves művész is önök mellé állt, a kezdeményezés mellé állt? Igen, egy nagyon fontos számunkra az, hogy a kommunikációban biztosítsuk az állampolgárokat arról, hogy az az adomány, amit ők adnak, az jó helyre megy. Ezért egy fantasztikus szakértői csapat dolgozik azon, hogy ez a kommunikáció ez egyértelművé váljon, hogy mit hová költünk, átlátható legyen a szervezet. És számos-számos kampányunk van az iskola kezdéssel kapcsolatban, vagy most ugye a karácsonyban a szeretetészség kampányunk, vagy a szeretet nem árt kampányunk, ami a bántalmazottakkal foglalkozik. Tehát, hogy azok az adományok, amiket kapunk, egy telefonhívással, ugye a 1353-mal 250 forinttal támogat minket bárki, aki felhív, azok gyakorlatilag nem feltétlen mindig egy ilyen kézzelfogható csomagokban megjelenő adományok, hanem nagyon sokat költünk arra, hogy egyáltalán új intézményeket tudjunk létrehozni, hogy új rászoruló csoportokat tudjunk támogatni a felzárkózó településekben, mondjuk szegregátumokban, nagyon sokat dolgozunk mostanában. És hogy tudjunk fejlesztő pedagógusokat oda vinni például, vagy tudjunk óvónőket más kompetenciákkal, vagy pedagógusokat felruházni, vigyünk logopédusokat, vigyünk gyerekpszichológusokat, kezdjünk el robotikával foglalkozni, mondjuk a gyerekeknél ebben mondjuk vállalatok is támogatnak, ilyen az E.ON, vagy a Vodafone nagyon sokat támogat minket, és Az, hogy elérjünk az emberekhez, azt vettük észre, hogy ezzel már nagyon régóta dolgozik ugye a segélyszervezet, hogy a híres embereken keresztül valahogy jobban elér az ember az állampolgárokhoz, és akkor mindig vannak önkénteseink, akik mellénk állnak, akiket nagyon sokan követnek, és azt láttuk, hogy nagyon fontos, hogy az a celeb, az gyakorlatilag milyen tábort hoz be. És például a bántalmazás kapcsán nagyon izgalmas az, hogy dolgozzunk a fiatalokkal. Hogy a fiatalokat már arra edukáljuk, hogy figyelj a jelekre, hogy nem szabad, hogy mindig a párod kedvére kelljen tenned, hogy ami egy kapcsolatban történik, az nem mindig magánügy. Tehát, hogy ez ki is adhatod, hogyha az például erőszak, és ezért ezt muszáj, hogy fiatalokon keresztül kommunikáljuk, ezért youtuberekkel, tiktokerekkel is dolgozunk, akik számomra ilyen ismeretlenek, de a gyerekeim számára meg ismerősek, és a fiatalokat ezáltal rajtuk keresztül is elérjük. Úgyhogy nekünk az önkénteseinknek a tábora óriási, nagyon szeretünk énekesekkel, sportolókkal, olimpiai bajnokokkal is dolgozni, és nagyon örülünk nekik, hogy mellénk állnak, az ügy mellé állnak. Több világnap is van ezzel kapcsolatban, a témával kapcsolatban, most november végén is volt egy világnap. Miért is fontosak ezek a világnapok? Igen, a nők elleni erőszak világnapja, megszüntetésének világnapja azért fontos, hogy a témára felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, ne menjünk el emellett, hogy vegyük észre ezeket a jeleket. Nem biztos, hogy az a bántalmazott, aki ebben él, és egyébként a külvilág felé folyamatosan mosolyog, és azt mutatja, hogy minden rendben van. Hiszen nem mondhat más, mert attól fél, hogyha kitudódik, akkor nagyon nagy baj lesz, és ő retorziót fog kapni. De hogyha a környezet észreveszi, ha egy kicsit visszajelez, hogy te figyelj így, ne hagyd, hogy így beszéljen veled, vagy hogy kérje segítséget, vagy látom, hogy milyen rosszul vagy, hogy ez nem biztos, hogy jó neked, akkor gyakorlatilag abból az elszigetelt állapot, amit egyébként a bántalmazó köré épít, abból egy picit ki tud nézni, hogy ja, tényleg, tehát akkor nem én vagyok az őrült, hogy így gondolom, hanem hogy ezt más is így gondolja, és ez tök jó, hogy kapok egy ilyen visszajelzést.
Úgyhogy ezek a világnapok egy picit így ráirányítják a figyelmet újra erre a témára, vagy éppen az adott témára, amilyen világnapot ünneplünk, hogy nem kell, hogy ebben éljünk, hanem hogy lehet kérni segítséget, és van segítség. Úgyhogy kérjenek segítséget. Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hogy tudjanak segítséget kérni. Igen, a telefonszámot mindenféleképpen szeretném elmondani. Hétfőtől péntekig 8-tól 4 óráig lehet hívni ezt a számot. Ez a 0630 309 15 52. A miskolc.krízisambulancia@segélyszervezet.hu, ezen az e-mail címen is fogadjuk a bejelentkezéseket, illetve a Szeretet nem árt Facebook oldalunk, Insta oldalunk és honlapunk is elérhető, ahol gyakorlatilag mindenféle információt meg lehet találni. Sándor Lenke Jaida, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, boldog új évet kívánunk.